Rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek az elmúlt 7 évben a területi és települési operatív program végrehajtása során a megyei szakemberek. A 2021-27-es időszakban továbbra is a fontos célok közé tartozik a megye infrastrukturális hátrányainak leküzdése. Nyilvánvalóan számolunk a következő munkahelyi paktummal is, amely komoly segítséget jelentett a megyében a munkanélküliség leküzdéséhez, illetve a továbbképzéshez, átképzéshez. A átképzési programokhoz munkahelyi támogatásokat is jelentős mértékben tudtunk ebből finanszírozni, és azt gondolom, hogy ott mondhatjuk azt, hogy az a forrásmennyiség, amely az előző 7 évben majd 150 milliárd forint Nyíregyházával együtt, az a következő 7 évben is rendelkezésre fog állni a fejlesztési tervek elkészítéséhez, majdben remélem, hogy minél több szereplőt, önkormányzatokat, civil szervezeteket, vállalkozásokat, kamarákat ebbe tudunk vonni. Nagyon örvendetes az, hogy ebben a fejlesztési időszakban most a hivatal dolgozói szakemberei főosztályvezetőasszony le tudott elénk tenni egy olyan javaslatot, természetesen a bizottság is tárgyalta már második alkalommal épp a közgyűlést megelőzően, amely iránymutatást nyújtott nekünk arról, hogy 21-27-ben milyen fejlesztési elképzelésekben gondolkodnak a megye szereplői, önkormányzatok, civil szervezetek, gazdasági társaságok, és természetesen ez alapot jelent ez az anyag, amely elkészült, hiszen egy terjedelmes anyagról van szó, hogy ezt vitára bocsássuk, és természetesen ebben a vitában mindenkire számítunk. Az ellenzék felszólalásában azt kérte, hogy mindenképpen úgy értékeljék az előző ciklus tapasztalatait, hogy a következő időszakban minél több érintett mondhassa el a fejlesztési elgondolásait a megyei források felhasználásához. A pártok között egyetértés volt abban, hogy minden lehetséges módon segíteni kell a Vásáros Naményi Árié ruhagyár 530 érintett dolgozóját. Azt kértem a közgyűléstől, hogy bízzuk meg elnök urat azzal, hogy minden lehetséges kapcsolatát használja annak érdekében, hogy a Vásárosnaményi Ruhadár dolgozói helyzete minél előbb rendeződjön. Azért kell a személyes kapcsolatokat is használni ebben a kérdésben, mert láthatóan a jelenlegi tulajdonos nem akarja a dolgozóknak a helyzetét belátható időn belül rendezni. A dolgozók kényszerhelyzetben vannak, mert nem tudnak elhelyezkedni, hiszen nem mondják fel a munkaviszonyukat. Ha ők mondanak fel, nem jár nekik a végkielégítés. Miután nincs még kijelölve felszámoló a cégnél, ezért a munkaerőpiac alapból nem lehet igénybe venni az elmaradt bérek kifizetését. A közgyűlés tagja Vásáros Namény polgármestere, aki televíziónknak elmondta, az önkormányzat egymagában kevés, azonban összefogással sokat tehetünk. Ha és amennyiben a tulajdonos vállalja a 370 főnek a foglalkoztatását, akkor ez nagyon komoly munkahelyi támogatást is kaphattak volna. A tulajdonos ezt nem vállalta. Ugyanakkor, ahogy a közülésen is elmondtam, mennyből a pokolba, hiszen egy 1300 főt foglalkoztató gyár tervei ott voltak az asztalon, ehhez nagyon komoly hipa támogatást is kapott volna a tulajdonos, ugyanakkor valamiért ezt nem vállalta. Nekünk kötelességünk odafigyelni erre az 530 főre, hiszen ez 530 családot is jelent egyben, ugyanakkor ennek hatása van a minden, hiszen a boltok üzletek forgalmát is befolyásolja, a szállítási vállalkozó mindennapjait is befolyásolja az, hogy ezek a jövedelmek kiesnek, de legnehezebb persze azoknak a családoknak, akik egy-két hónapra tudnak előre gondolkodni, hiszen a jövedelmük azt teszi lehetővé, hogy nagy tartalékot sajnos nem tudtak felhalmozni az elmúlt időszakban. Az ülésen szó esett a Tisza és Szamos folyókat érintő szennyezésekről is. Az elmúlt 15 évben 40 esetben jelentős mennyiségű hulladék érkezett a folyókon. 2020-ban a védekezés jelenleg ott tart, hogy 127 millió forintot meghaladó összeget költöttek el az adófizetők pénzéből. Ez az összeg nem tartalmazza az eszközigény beszerzésére való ráfordítást, amely pedig meghaladja a 2 milliárd forintot. Ez is szintén adófizetők pénzéből. Éppen ezért, miután ez az állapot most már lassacskán 15 éve tart, és eddig érdemi változás nem történt diplomáciai úton, ezért úgy döntöttünk két országgyűlési kollégámmal, képviselő kollégámmal egyetemben, név szerint dr. Gyüre Csabával, aki megyei képviselő, és Nunkovics Tibor kollégámmal, hogy hárman megtesszük a büntető feljelentést dr. Polt Péter legfőbb ügyész felé. Azt is kérik a legfőbb ügyésztől, hogy forduljon a román és ukrán kollégáihoz, hogy ők is érvényesítsék a feljelentést saját országaikban.